Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fejérvár Televízió nézőit. A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is megkezdjük évértékelő beszélgetés sorozatunkat. Első vendégünk ebben a diskurzusban Agymási András, a Fejérvár Média Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Fejérvár Televízió nézőit. Nos, hát mozgalmas esztendő volt annyi szent. Én még emlékszem arra, amikor az idén januárban az évérték előtt megtartottuk, illetve meghatároztátok a médiacentrum vezetői a előttünk álló feladatokat, akkor kiemelt szerepet kapott értelemszerűen a választások ideje, hiszen a médiacentrumnak valamennyi felületén nagyon komoly feladatot rótt ez a választási időszak. És hát akkor értékeljük, hogy mi mindent sikerült megvalósítani azokból a tervekből, a választásokon túl is, amelyeket akkor meghatároztatok. Egy közszolgálati feladatokat is ellátó médiacégnek, mint amilyen a Fejérvár Médiacentrum, természetes, hogy egy város életében legjelentősebb közéleti események, a választások azok kiemelt tematikát jelentenek. Így volt ez 2018-ban a parlamenti választásnál is, illetve 2019-ben tavasszal az Európai Parlament, illetve ősszel az önkormányzati választásnál. Kötelességünk ilyenkor a fehérváriakat, illetve a város régiójában élőket tájékoztatni arról, hogy mik a tények, mi az egész választásnak, választásoknak a tétje, a lényege, és lehetőségeinkhez mérten bemutatni azokat a szereplőket, akik között a nézők, a választók dönteni tudnak. Ez egy közszolgálati jellegű feladat, amit minden felületünkön, média felületünkön megtettünk, nem csak a televízióban, de a Vörösmarty Rádióban, a Fehérvár Magazinban, illetve az online felületeinken is. A választás nem csak a jogi szempontból, hanem mondjuk úgy, hogy média szempontból is sikeresen zárult, hiszen annak ellenére, hogy az önkormányzati választáson némileg túlzott figyelmet kaptunk bizonyos politikai szereplők részéről, én azt el kell, hogy mondjam, hogy a szakmai mércékhez mérten, igen, jól körültekintően és hiba nélkül láttuk el közszolgálati feladatainkat, úgyhogy a saját szempontunkból sikeresnek érzem mind a két választásnak volt, a média szempontjából való lebonyolítása. Volt szerencsém jó néhány véleményt hallgatni, tehát a nézőktől, hallgatóktól, illetve a újságot olvasóktól, és általában a székesfehérváriak zöme, hangsúlyozom, hogy zöme, úgy vélekedett, hogy rendkívül kiegyensúlyozott volt ez a tájékoztatás. Tehát ez azt hiszem, hogy megerősítést jelent. Egy kiélezett politikai helyzetben természetes az, hogy mindenki a pártállásának megfelelően értékeli a közéleti eseményeket és a sajtó munkáját is, nem csak a mi esetünkben, hanem bármilyen orgánumról beszélünk. Így az is természetes, hogy az emberek, a választók másképpen ítélik meg a média munkásságát. Azonban, ha szakmai szempontokat nézzük, akkor bátran mondhatom azt, hogy igenis helytáltunk. Ha kitekintünk, akkor nagyon fontos számunkra, hogy a Fejérvár Televízió, illetve valamennyi felületünk is megállt a helyét. Ugyanakkor, ha a televíziót nézzük, akkor fontosak, hogy olyan pályázatok nyújtottak lehetőséget az elmúlt időszakban, hogy országos csatornákon is megmutatkozhattunk, amelyek azt hiszem a páratlanok az eddigi eltelt időszak, tehát ha visszatekintünk az elmúlt 20 évre, vagy bármennyi időre, akkor ez egy rendkívül sikeres év volt. A helyi média vállalkozások döntő többsége önkormányzati fenntartásban működik, ami azt jelenti, hogy a Fejérvár Médiacentrum működésének is valamivel több, mint a felét azt a város önkormányzata, így tulajdonképpen a város közössége biztosítja, de emellett kötelességünk dolgozni azon, hogy akár hirdetési bevételekből, akár pályázati forrásokból bővítsük a működésünk lehetőségeit. Ebből a szempontból a 2019-es év kifejezetten sikeresnek mondható, hiszen televízióban, rádióban is olyan pályázatokat nyertünk el műsorkészítésre, a tévében hírműsorra, kulturális magazinra, rádióban is hírekre, környezetvédelmi magazinra, heti hírösszefoglalóra, ami több mint 10 millió forintos támogatást jelentett a cégnek, ami nem csak azt jelenti, hogy egy kicsit kényelmesebben gazdálkodunk,
hanem gazdagabb műsorkínálatot is jelent, így leginkább a nézők, hallgatók, újságolvasók érdekét szolgálja. A hírszerkesztők munkát kiemel figyelem kíséri, hiszen ma már tapasztalhatjuk, hogy napról napra a M1 híradóban jelentkezünk a régió híreivel is. Azt hiszem, hogy ez egy komoly előrelépés. Most már évek óta bedolgozunk az országos televízióknak, a legnagyobb mértékben a közszolgálati televíziónak, de tulajdonképpen más országos televíziók is élnek sokszor ezzel a lehetőséggel, hogy Székesfehérváron egy jó felkészült szerkesztőség és egy komoly technikai háttér áll rendelkezésre. Úgyhogy amit az országos tévékben a városról, városkörnyékről a nézők látnak, az döntő többségében a Fehérvár Média Centrum kollégái által került oda. Ez büszkeségre is okot ad, hiszen olyat tudunk előállítani, ami megfelel tartalmilag is, és műszaki szempontból is az országos média. Ez nagy kihívás és komoly felelősség, és amíg hozzátesszük, hogy a kultúra bástyáit is látogatjuk egyre inkább, tehát a kitekintést megadjuk a kultúra kedvelőknek is, plusz hozzáteszem, hogy a sportszerkesztőség régen és most is kiemelt figyelmet biztosít a vezető sportágaknak, tehát ugye mert Székesfehérvár, mint tudjuk, sportváros is, és Somos Zoliék azért a munkatársaival együtt mindent megtesznek azért, hogy az M4 sport is gazdagodjon velünk. Hír TV-ről már nem is kell szót ejtenünk, hiszen a Hír TV munkájába is bekapcsolódhattunk. Ugyanakkor rendkívül feladatot ró ez, hogy az újság is olyan legyen, ami ennek egy magazinnak lennie kell. A Fehérvár magazint azért is neveztük így legalábbis a nyilvánosság előtt magazinnál, mert szerettük volna ezt a tartalmában is megjeleníteni, hiszen célunk és feladatunk a város tájékoztatása a legfontosabb közéleti, kulturális, egyházi vagy sporteseményekről. Viszont ezt úgy szerettük volna megtenni, és évek óta ezt a gyakorlatot is követjük, hogy ez egy értékes tartalom legyen, de szórakozás is nyújtson. Ugye csütörtök pénteken, néha sajnos csak a hétvégi napokon terjesztik a Fehérvár magazint, és sajnos vannak problémák, nem mindig nem jut el mindenhova az újság. De azért, aki megkapja, értékes, akár több órás kikapcsolódást is nyerhet, hogyha a hétvégén belelapozza a kollégáink által előállított Fehérvár magazinba. És azt kell, hogy mondjam, hogy a visszajelzések annak ellenére, hogy az írott sajtó, nyomtatott sajtó, mondhatjuk, hogy egyre inkább kiszorul a médiafogyasztásból, és más médiafogyasztás kerül előtérbe, nem csak nemzetközi piacon, hanem Magyarországon is. Ennek ellenére ez egy sikeres újság, ami hát mondhatom azt, hogy az országban is egyedülálló, hogy heti lapként jellemzően 24 oldalon hétről hétre ilyen gazdag tartalommal jelentkezik. Természetes, hogy a közéleti események jelentős súlyt kapnak, de azért ez nem egy politikai heti lap, úgyhogy azokhoz is szól, akiket a közélet kevésbé érdekel, de a város szeretik, a városról szóló híreket fogyasztják. Ez a célunk, hogy egy tartalmas, de szórakoztató újságot állítsunk. Ugye ez vonatkozik a rádióra is, hiszen az állandó műsor szerkezet okán én azt hiszem, hogy egyre hallgatottabb. Ugyanakkor olyan hírek megjelentek, tehát ezeket most azt gondolom, hogy itt az évértékelő összegző beszélgetésünkkel el kell osztatnunk, hogy ugye a médiahatóság egy felhívást tett közzé, amelyben a Vörösmarty rádió frekvenciának megszüntetését helyezte kilátásba. Mi ebben a, tehát most a nézők is tudják meg a valóságot, az igazat. A helyzet pontosan az, hogy 7 évvel ezelőtt 7 évre nyertük el a Vörösmarty rádió sugárzásának jogát, a szerződésünk 7 évre szólt, ez a 7 év, ez január 30-án lejár. A médiatanács nem hosszabbította meg a szerződésünket, ami azt jelenti, hogy január 30-án elvileg elhallgat a rádió. Új pályázatot fog kiírni a médiatanács arra a frekvenciára, amit a Vörösmarty rádió használ, amin mi indulni fogunk, és bízom benne, hogy jó esélyünk van el is nyerni a folytatást, a lehetőséget, viszont lesz jó néhány hónap átmeneti időszak, amíg vagy nem szól a rádió, vagy valamilyen átmeneti megoldással biztosítjuk azt, hogy a hallgatókhoz továbbra is eljuthasson a rádió tartalma.
Hogy ez pontosan hogy lesz, az nagyon sokban múlik arról, hogy mikor írja ki a médiatanács az új frekvencia pályázatot, annak milyen lesz az átfutási ideje, és arra az átmeneti időre milyen megoldást találunk arra, hogy a hallgatók ne nélkülözzék a Vörösmarty Rádió műsorát. Vagy tudunk megoldást találni arra, hogy a megszokott frekvencián szóljunk, ha ez nem sikerül, akkor interneten fog addig tovább menni a rádió. Arról, hogy hogyan lehet majd hozzáférni ebben az esetben a műsorhoz, a Médiacentrum összes felületén időben tájékoztatni fogjuk a hallgatókat. De a célunk az, hogy a frekvenciát újra elnyerjük, és abban az esetben újabb hosszú évekre biztosítsuk a Vörösmarty Rádió közszolgálati tartalmát. Igen, hát szükség van, én azt gondolom, a Médiacentrumnak és a hallgatóknak is, hiszen népszerű a Vörösmarty Rádió, és remek munkatársak dolgoznak itt. Ha már ott tartunk, hogy a népszerűség, én azt veszem észre, legalábbis a városban élőknek, hogy tekintve, hogy Székesfehérvár kulturális sport és közélete mindenféle értelemben egyre színesebb, tulajdonképpen elvárás felénk, hogy jószerivel valamennyi eseményen ott legyünk. Ehhez viszont kell technika és kell humán erőforrása, ahogy tetszik. És azt hiszem, hogy ebben is sikerült bizonyos értelemben előrelépni. Nagyon sok fiatal érkezett az elmúlt időszakban, akik úgy látszik, hogy megállják a helyüket. Várható-e további létszámbővülés, vagy úgy látjátok ti vezetők, hogy most pont elegen vagyunk erre a feladatra? Szívesen adnék munkát több tucat új kollégának, nyilván a pénzügyi lehetőségek azért korlátot szabnak, de van egy folyamatos megújulás, új kollégák érkeznek friss energiával, új gondolatokkal, új ötletekkel, akik aztán az idősebb kollégáktól átvehetik a tudást, a tapasztalatot, a város ismeretét. Ez egy olyan folyamatos megújulás, ami mindenhol a média világában jelen van természetes módon. Lényeges bővülés, nem hiszem, hogy a 2020-as évben számítanunk kell, de a jelenlegi kollégáink, a jelenlegi munkatársak azt a feladatot, amit a város közössége ránk bízott, azt biztonsággal el tudják látni. A technikai fejlesztésben viszont büszkén mondhatom, hogy talán az országban a legjobbak vagyunk, hiszen amellett, hogy folyamatosan több média felületen is dolgozunk, nagyon komoly műszaki fejlesztést tudtunk végrehajtani, például a Fehérvár Televízióban. Itt ülünk ebben a díszletben, amit a nézők is látnak. Ez a legújabb fejlesztésünk, ami egyedülálló a helyi televíziók körében az országban. Irigykednek is a kollégák már a hírek szerint, és ezt viszonylag alacsony költséggel tudtuk megoldani, ami azért fontos, mert nem dúskálunk a pénzben, hiszen mi a város pénzéből, az emberek pénzéből gazdálkodunk, tehát nem szórhatjuk a pénzt, nem is tehetnénk meg sem jogilag, de főleg nem szakmai jogból, hiszen egy kiegyensúlyozott a lehetőséget kihasználó és minél több saját bevételt termelő gazdálkodás az, ami az önkormányzat elvárása felénk. De ezeken belül pályázati és egyéb lehetőségek révén a hirdetési bevételeink növelésével azért lehetőség volt arra például, hogy a 2019-es évben a Fehérvár Televízió teljes működését Full HD minőségre állítsuk át, amivel ugyan még a kábelszolgáltatók mindegyike nem tud élni, de részünkről a legkorszerűbb, legnagyobb minőség, legjobb minőségű adás biztosításának nincs akadálya. Ugyanígy egy nagy lépés volt az év során a szerkesztőségi épület felújítása, ami évek óta nem történt meg. Ezek apró dolgok, és nyilván a nézőket kevésbé érdekli, de számunkra nem mindegy, hogy milyen munkakörülmények között tudjuk a napi munkánkat végezni. Ez is fontos. Ugyanígy az online felületeink, a székesfehérvár.hu oldal, ami ugye a város honlapja, annak a hírportál részét szerkesztik a kollégáink, illetve az fmc.hu oldal, ami egy könnyedebb, bulváros tartalmú, de a városhoz, a régióhoz kötődő tartalommal bír. Ezeken az oldalakon is apróbb, kevésbé látványos, de a működés biztonsága és az oldal minősége szempontjából jelentős lépések történtek az idei évben. Igen, hát ezzel kellett volna egyébként kezdenem, hiszen a megújult hely, a nézőkre hagyatkozom, amelyeket hallottam most a városban, hogy egyszerűen ámulnak, bámulnak, hiszen ez egy
ez csoda pillanatként éltük meg mi magunk is, és nyilván azok is, akik már látták a híradó stúdiót, és ezt is. Hát azt hiszem, hogy ez most már valóban európai 21. századi. Így van, és még csak egy kisebb része működik, és egy kisebb részét láthatjuk, de bízom benne, hogy január végére, amikor a teljes stúdióberendezést összerakjuk, kialakítjuk és működőképessé tesszük, akkor valamennyi műsorunk, magazinműsorok is olyan formában tudnak megújulni az arculattal együtt, ami egy korszerű, valóban 21. századi és vállalható minőséget jelent majd a Fehérvár Igen, televízió hát kiváló számára. Kollégánk Németh Nagy Róbert már gőzerővel dolgozik az arculatváltás bizonyos elemein, majd rövidesen a közkincs lesz, úgyis látni fogják. Én azt hiszem, hogy erre rá is szorultunk, hiszen működnek a dolgok, de az nem baj, ha szebbek vagyunk, és ezt bizonyítja ez a stúdió is. A további fejlesztések várhatók a 2020-ban. A jövő évi költségvetésünk az még tervezés alatt áll, valószínű, hogy a stabil működést azt továbbra is változatlan formában biztosítani tudjuk. Sok múlik azon, hogy mi lesz a rádió sorsa, de mi úgy tervezünk, hogy a rádió lesz és működni fog. Ami fontos azért, mert hát a kollégákat, a rádiós kollégákat is meg kell tartanunk, munkát kell nekik adnunk, úgyhogy én nem is tervezek mással, mint hogy a rádió megmarad és működik tovább. Az átmeneti időszakot meg valahogyan majd átvészeljük, és számítunk a hallgatók hűségére és támogatására. A jövő évben el kell kezdenünk egy elég komoly fejlődési folyamatot, ami nem elsősorban a műszaki tartalmat illeti, hanem a médiacentrum által előállított tartalom disztribúcióját. Ugyanis nem csak a világban, de Magyarországon is egyre inkább felgyorsul az a folyamat, hogy a nézők, hallgatók, olvasók média fogyasztása egyre nő, viszont ezt már nem a hagyományos médiafelületeken teszik meg, hanem alapvetően internetes környezetben. Meg fogjuk tartani az úgymond hagyományos médiát, tehát a televízió működik tovább, sőt, jövő év szeptemberétől a földi digitális sugárzásban kibővült vételkörzettel fogunk működni, úgyhogy az egész megyét gyakorlatilag le fogjuk fedni. De amire utaltam az elején a mondani valómnak, ami a jövő év feladata lesz, az, hogy elkezdjük a médiacentrum produktumát egyre inkább internetre helyezni. Azaz a új fogyasztókat, új nézőket, hallgatókat tudjunk elérni, fiatalabbakat is, akik már nem ülnek le újságot olvasni, csak a szüleikkel az autóban hallgatnak rádiót, és tévét sem úgy néznek, hogy megnézik az újságban, hogy mikor kezdődik valami, hanem ők akkor és azt akarnak nézni, amikor kedvük van hozzá. Ez egyfajta szemléletváltást is igényel a kollégáink részéről majd. Jelentős bővülést az online felületeinkben, el kell indulnunk abban az irányban, hogy megtartva azt, ami érték és ami működik, és a hagyományos médiát fogyasztó nézőinket, hallgatóinkat, olvasóinkat megőrizve tudjunk egy korszerű modern környezetben is olyan jellegű tartalmat kínálni, amire a mai fogyasztó igényt tart. Így van, hát akkor bizakodóak lehetünk. Ugyanakkor még egy kicsit a pályázatokról beszéljünk, mert például rövidesen elkészül Látrányi Viktória és Szent Miklósi Dávid, illetve sok-sok operatőr kollégánk segítségével és munkának köszönhetően egy vadonatúj pályázat eredménye, az nem más, mint a Kartonpapa televíziós filmé varázsolása. Ez egy rendkívüli feladat, én már láttam, és fantasztikus. Én azt mondom, hogy ez is egy újabb lépcső. Így van, a Vörös Marti Színházzal együttműködésben pályáztunk az év vége felé, az utolsó hónapokban egy országos pályázati lehetőségre, ahol nyertünk is, és egy olyan tévéfelvétel készült a Vörös Marti Színház előadásáról, ami előbb-utóbb a nézőkhöz is eljut. Bízom benne, hogy sok ilyen lehetőség lesz a jövőben, ahol a város intézményeivel együttműködve tudunk olyan kulturális tartalmat, vagy közéleti tartalmat előállítani, ami egyedülálló. Nem csak a színház ilyen partnerünk, hanem például a Depónia Kft., ugye a hulladék gazdálkodó cége a városnak,
az ő törekvéseiket a hulladék csökkentésére, a hulladék szelektálásra a magunk eszközeivel segítjük. Ott is olyan kis filmek készültek a közelmúltban, amelyek pont erre a jelenségre hívják fel a figyelmet. Ez nem csak a kollégáinknak egy kis öröm, hogy a napi, mondjuk úgy, hogy megszokott tempó mellett másra is foglalkozhatnak, de tényleg részt tudunk venni olyan a közösség egészét érintő kérdésekben, olyan feladatokban, amelyekkel hozzá tudunk tenni mi magunk is a város közösségének. És ez tényleg megerősítést ad az alkotóknak is. Az egyik nap volt vendégem Tóth Ildikó, Prima Primissima díjas színművészünk, aki főszerepet játszik a Kartonpapában egyéb iránt, és azt mondja, hogy ő ezt már várta. És igaz, hogy a Magyar Televíziótól várta, de nagyon-nagyon örül, mint ahogy Hargita Iván, aki rendezte meg, a többi színész, aki szerepel ebben a darabban is, és nagyon-nagyon kíváncsiak rá, és már terjesztik a színházban a nézők között is, hogy előbb-utóbb megnézik, és biztos, hogy népszerű lesz. No, hát ha itt tartunk, hogy kitekintés, és hogy milyen is a mi hétköznapi életünk, akkor kell, hogy beszéljünk az ünnepekről, hiszen a Fehérvár Televíziónak, illetve valamennyi felületnek kiemelt feladata, hogy a nagy ünnepeinket, és itt március 15-ére, augusztus 20-ára, illetve október 23-ához kapcsolódó eseményekre gondolok, hitelesen közvetítse. Ez mindenképpen kiemelt feladat. Én azt hiszem, hogy jó úton járunk, hiszen a koronázás ünnepi játékok jószerivel valamennyi felületünkön óriási helyet foglalnak el. Feladatunk az, hogy a város közösségének életében részt vegyünk, és ehhez hozzátartoznak az ünnepnapok is. Azon túl, hogy hírműsorainkban beszámolunk és tájékoztatunk az ünnepi eseményekről, azért igyekszünk többet is tenni. Erre a legjobb példa talán az augusztusi ünnepkör, amikor az egész város megmozdul, és egy másfél-két hetes rendezvény sorozattal teszi emlékezetessé az önkormányzat, illetve hát nem is mondjuk úgy, hogy maga a város, a látogatók, a nézők, a résztvevők ezt az időszakot. Ebben mi magunk is részt vettünk, hiszen ha a nézők talán találkoztak vele, ha nem, akkor javaslom, hogy a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján nézzék meg azt a felvételünket, amit akkoriban élőben adtunk az egész ünnepi rendezvénysorozat megnyitójáról. Egy olyan gyönyörű alkotást csináltak a kollégáink, amire méltán lehetünk büszkék. Mi a magunk eszközeivel szeretnénk hozzátenni minden városi ünnephez. Mi mit tudunk tenni? Televíziós felvételt, hangfelvételt tudunk csinálni, fotókat készíteni, írni. Ez a mi dolgunk. Én mindig azt mondom, hogy a cipész az a kaptafánál maradjon, mi is maradjunk a kameránál, a tolnál, vagy manapság már a számítógép billentyűzeténél, és azzal alkossunk, azzal tegyünk hozzá a közösség sikeréhez, ami a mi területünk. Ezen úgy gondolom, hogy jó úton járunk, ezt mutatják az ilyen rendezvények is, de ha most megnézzük az adventi időszakot, ami most már ugye a végéhez ért, hiszen karácsony előtt járunk. A Vörös Marti Rádió látványstúdiója most is végig az adventi hetek során a Városház téren tartózkodott, és onnan sugározta az élő műsorát, és jelen vagyunk minden olyan helyszínen, ahol valami fontos történik, legyen az a karácsonyfa díszítő rendezvény a Rácz utcában, ahol iskolások vesznek részt, vagy éppen a Mese utca, vagy Játék utca a belvárosban. Ezek mind olyan kedves, de sokakat érintő és sokaknak örömet szerző rendezvények, amihez mi magunk is igyekszünk hozzátenni valamit a magunk eszközeivel. Volt olyan emlékezetes pillanat számodra, mint első számú vezető számára, ami különösen megmaradt benned, ami tovább lépésre sarkal egyik oldalról, másik oldalról pedig, amit megőrzöl ebben az esztendőben? Nem volt egy olyan különleges esztendő a 2019-es, ahol mondjuk valami olyasmi történt volna, ami az egész cég életét meghatározta volna, vagy kiemelkedő lett volna. De voltak olyan pillanatok, amik a munkán túl örömet szerezhettek, nem csak nekem, hanem valamennyiünknek. Ilyen volt Kovács Szilvia kolléganőnk filmje,
amely a hátrányos helyzetű fehérváriak sorsát boncolgatta, és nem csak a városban, hanem azon kívül is sikereket ért el. De Lajos, hadd említsem a te könyvedet is, aminek a fehérvári Köszönöm. Beszélgetések harmadik kötetét, ami most már mondhatjuk, hogy sorozattán nőtte ki magát, és igen, büszkék vagyunk arra, hogy ami itt ebben a stúdióban elhangzik, azt a nézők, a fehérváriak nyomtatásban is viszont láthatják. Ezek mind olyan dolgok, amik tulajdonképpen apróságok, de mégsem azok, hiszen hozzá tehetünk megint valamit a város életéhez, a kulturális élethez, vagy éppen pont azoknak a kevésbé szerencsés sorsú fehérváriaknak a körülményeit hívhatjuk fel a figyelmet, ami szintén dolgunk, ezekben jó részt venni, ezek örömet okoznak az embernek a napi munkán felül. Tehát az elsődleges feladataink továbbra is a hitelesség, a közéleti szerepvállalás abban az értelemben, ami kötelessége a hírműsoroknak és a hírműsorokon túl, és egyetlen egy kérdés, hogy ugye felvetődött a lehetőség, és erről beszéltél, hogy némiképpen változnak az arányok, és el kell, hogy induljunk az online felületek megerősítéséért. Ez realitás egyébként ma a médiapiacon? Te miként látod? Az a jelenség, ami nálunk még tapasztalható, hogy vannak rádiósok, tévések, újságíró kollégák, ez egyre inkább összemosódik. A meglátásom az, hogy a munkatársaink döntő többségének ez az utolsó olyan munkahelye, ahol azt lehet mondani rá, hogy ő tévés vagy rádiós. Egyre inkább olyan irányba fejlődik a médiapiac, hogy több mindenhez kell érteni. Több minden szakterületen helyt kell állni, és olyan összetett tartalmat kell előállítani, amihez bővíteni kell a tudásunkat, tanulni kell, gyakorolni kell, új ismereteket szerezni, és új kommunikációs technikákat megtanulni, hiszen a fogyasztó egyre inkább mást igényel, mint a hagyományos média kínálatból, amit megkaphat. Igen, lesz ezzel dolgunk bőven, de én bízom benne, hogy a kollégáinkban megvan az a lelkesedés, szakmaszeretet és fejlődni, tanulni akarás, hogy ez ebben a környezetben, ahol erre lehetőséget is biztosítunk, ahol lehet tanulni, ahol új dolgokat lehet megismerni, ezzel a kollégáink élni fognak. És nem roham tempóban, de megfontoltan ebben az irányban fogunk a következő években haladni. Ugye szenteste előtt állunk, mi kerül a fa alá? Remélem, hogy szeretet kerül a fa alá minden fehérvári családnál, hiszen a karácsony az időszaka az évnek, amikor el kell felejteni mindent, ami rossz, és ami derül van a szívünkben, azt kell elővenni. Mikor a lányom időnként az egyetemen, ahova jár, vizsgáira készül, okkal, ok nélkül időnként elsírja magát. Mindig azt mondom neki, hogy a sírás jó, mert minden rossz, ami benned van, az kijön, és csak a jó, az öröm, a derű marad meg benned. Nem sírásra akarom bíztatni a fehérváriakat, de az örömkönny is jó, hogyha időnként megcsillan a szemünkben. Bízom benne, hogy minden fehérvári családnak, minden gyereknek a karácsonyfa üzenete az most is szeretetet, békét hoz, és kívánok minden nézőnknek nem csak a karácsonyhoz sok örömet, hanem boldog új évet, eredményes, sikeres új évet, és kérem, hogy tartsanak velünk 2020-ban is. Köszönöm szépen, ehhez kívánok jó egészséget neked, nekünk, minnyájunknak, áldott békés karácsonyt, és valóban sikerekben gazdag, boldog új évet. Köszönöm szépen. Köszönöm én. Kedves nézőink, évérték előtt láttak vendégem, Hagymás András volt, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszönöm figyelmüket, és minnyájuknak áldott békés karácsonyt, boldog új esztendőt kívánok. Viszontlátásra!